Egyszerűen nem értem meg, hogy Grizzlynek mi a problémája. Nem fogja föl, hogy én vagyok a Revolution bajnok. Ezért a csapatunkban én számítok. És különben is, nem csak én számítok, hanem a legfontosabb az, hogy ez nálam van. Jó, és itt kívánunk, ez itt újra a HCV Underground. Hát ma, a mai nap nem a fiatalokról fog szólni, kivételesen, ugyanis két HCV veterán, két nehéz súlyú csap össze. Az egyik sarokban az őserő egyik fele és Revolution bajnok Ozzy Spencer, a másikban az Arrows of Hungary földön járó fele Dover. Ozzy Spencer versus Dover. Nem hát... mondom, hogy nem leszek elfogult a mérkőzésre kapcsolatban. Ott van a partnerem, együtt vagyunk csapatbajnokok. Igen, nagyon érdekes egyébként a leosztás. Bajnok a bajnok ellen. Ez underground matériál. Ez bajnok a bajnok ellen. Hey! Ráadásul Ozzy Spencer korábbi tag team bajnok. Oh. Ajaj. Úgy látom, hogy nem lesz kézfogás. Oh! Ajaj, nincs időm elmondani az érdemeiket. Mert Dover bekezd. Mindenesetre két HCV veteránról van szó. Ozzy Spencer 2011-ben debütált, Dover 2010-ben. Így van. Érdekes, hogy Ozzy Spencer Dover is tanította. Így van. Most is tanítja, ahogy látom. Hát, ez biztos. Elviszi iskolába. Azt a melkas lehet csoppolni. Így van. Ozzy nincs jó bőrben már most. Ez mellé ment. Ozzy testével nem könnyű elkerülni csapásokat, de most sikerült. Hihetetlen, sokan nem tudják, de Ozzy szintén fekete öves karatés. Így van. És nagyon baszkékony. Belly to belly, egy, kettő rukki, így van. Ez bizony kevés lesz, hogy Dovert nem tartsák. Doverről tudni kell, hogy iszonyatosan kemény edzéseket tart, és iszonyatosan keményen edz ő maga is. Kedveli a powerliftinget és minden, ami az erőemeléssel kapcsolatos, emiatt bárkit fel tud emelni. Gyerünk, emeld fel Ozzyt! Mondjuk nem ebből a helyzetből. A kötelet használja fegyverként ez a szamoai tank, aki úgy látszik, hogy amióta megnyerte a Revolution övet, azóta egy kicsit, mintha megváltozott volna. Hát Nesze. nem is olyan kicsit. Nézd meg! Gyakorlatilag folyamatosan el van foglalva. Oh, azok a ilyen apró húsos lábok támadásra is alkalmasak a jelek szerint, és ott ezzel rájul Doverre. Ugye semmit nem kell csinálnia, ha 120 kiló, elég, hogyha helyet foglal az ellenfelé. Nézd meg, milyen pökendi. Eddig nem volt ilyen. Ottobíró nem hagyja. Igen, gyakorlatilag az, hogy ugye fegyverként minősül, fegyvernek minősül a ringben. Így van, nem szabad. Tár. Így van, rendkívül veszélyes, hogyha ráesünk, vagy bármi történik, ugye? Mert... Itt van, amiről beszélek! Kevés! Rookie! Így van! Dover kirúgott, ugye Ozzy Spencernél, hogy ellen a kirúgni a pinből is borzasztó nehéz, hogy hatalmas tömeget kell elmozdítani. Borzasztóan durva. Dover viszont hatalmas tömegek elmozdítására van szakosodva. Így van. Tulajdonképpen ez a specialitása. Így van. Ozzy rövid lábai folyamatosan támadnak. Igen, az Endor bolygón, ugye, az Endor holdon, ezek a pici kis Evok lábak. Jézus Isten! Harcias egy Evok ez. Ez egy tank volt. Becsapódott a sarokba, brutálisan durva. Megvan, rúgjál ki. Kettő, így van! Elnézést kérek a nézőktől, a társam a ringben van. Természetes az izgalom, ami azt hiszem, igen. Egyértelmű, hogy nem lehet teljesen elfogulatlan, nem is kell igazából. Viszont Ozzy Spencer nagy meglepetésre uralkodik ezen a mérkőzésen jelenleg. Igen, teljes meglepőre. Ozzy Spencer okosan birkózik. Így van. És nagyon agilis. Egy camel clutchban tartja Dovert. Ez brutálisan fáj mind az alsó hátnak, a felső hátnak és a nyaknak is. Ráhajtogatja Dovert a saját bendőjére gyakorlatilag, és felhúzza az állát. A gerincre gyakorolja a nyomást, és Ozzy erejével ez bizony halálos fegyver, de Dover ebben felállt! Oh! Ha felállt, nem is tudott vele, de kibillentette Ozzy Spencert, ez most hát, elégnek bizonyult. Hát, ez most még bármi Dover lehet. A derekát fájlalja. Oh! Ezzel nem tudsz mit csinálni, szerintem becsapódik. Ozzy nem hagy időt. Olyan, mint hogyha elütne egy kamion. Igen, ez a kamion rendkívül gyors amellett, hogy nagyon nehéz. És ez a kamion most fel akar mászni a kötérre. Így van. Ő még mindig hisz a közönség támogatásában, a közönségnek ezt ágában sincs már támogatni egy ideje. Volna, de észre sem veszik közben, hogy ellenfele már kint van az apronon. Oh! Ozzy bajban van, onnan nagyot lehet esni ekkora testtel. Ebben még bármi lehet. Ajaj! Queen suplex! Dover megpróbálja! 120 kiló!
Bobbino is földre került! Gyakorlatilag majdnem fél tonna csapódott be! Hatalmas bicycle kick az arcra! Kettő! Na ez meglepett, Ikarus. Azt gondoltam, hogy ezután Ozzy Spencer lett marad. Nem véletlenül lett Revolution bajnak. Dover kiropogtatja a hátát gyakorlatilag, és folytatja a mérkőzést. Elképesztő súlyokat tud megmozgatni. Irgalmatlan, és most újra mozgatásra készül. German Suplex, nagyon nehéz átérni Ozzy Spencert a fizikai adottságaiból kifolyólag. És pontosan ez a fizikai adottság, ami segített neki kijönni. Lariat. Lariat, de Ozzy Spencer állva marad. Nagyon nehéz őt ledönteni. Olyan, mint hogy egy mamut fenyőt próbálnál kivágni. Az ökköl! Mindig betalál! Vagy, még mindig áll! Ozzy Spencer, Ikarus. Elmozdulatlan. Szuper gyors és repül! Hihetetlen! Ozzy óriási German kapott és a vállára érkezett! Ebbe belenézett! Lariette! Egy, kettő, nincs meg! Hatalmas arszorugás történt! Elszabadultak az indulatok! Végre! Erről van szó! Dover fékezhetetlen, és semmiféle problémát nem okoz, neki egyéniben kell birkóznia. Gyakorlatilag elpusztította a szamoai tankot. Így van. Így van, igaz, hogy Ozzy Spencer az övén kúszik. Igen, szuper nehéz súlyú ugyan, de hát Dover is gyakorlatilag egy, igen, 100 kilót nyom. Nyilván a Revolution övért kúszott már megint. Ajaj, a Revolution of Dover kezébe került. Ez Ozzy Spencer Achilles sarka. Mindent megtenne azért az övért. Igen, hogy azt megtartsa. Ez ugyan nem öv meccs. Ajaj. Ozzy Spencer rimánkodik, hogy Dover ne hajítsa ki azt az övet. Otto Biro próbálja uralni a mérkőzést. Igen, úgy látom elég neki. Ennek ott a helye. Kihasználja! Kettő, és meg a... Nincs! Nincs! Biztos voltam benne, hogy ebből nem fog tudni Dover kirúgni. Óriási Samoan drop sikerült. Ozzy 120 kilója ugye a dobásban benne. Hihetetlen, beledöngölte a földbe, de még így is képes volt kirúgni. Így van, Ozzy megint az öveknél matat. Megint a kezében van a Revolution bajnoki. Hihetetlen, mert egyszerűen nem bír róla leszakadni. Túl büszke magára. Otobirnak teljesen igaza van, teljesen igaza van. Vitán felül, nem azzal az övvel kell most. Ajaj, ott egy másik! Ne, Otobirnak nem figyel! A csapatbajnoki öv! Csapatbajnoki öv! Esőd vele! Otto nem látta, mi történt! Egy, kettő, három! Orvosó, bosszantó! A mérkőzés győztese! Ozzy Spencer! Nem tud őszintén örülni Ozzy Spencer sikerének, ez nem siker. Csak sikerült fegyverként használni egy övet. Ez csalás, ami nem volt jellemző Ozzy Spencerre korábbi karrierje folyamán. Egy hamisíthatatlan, nehéz súlyú mérkőzést láthattunk. A mérkőzésben ezúttal alul maradt Dover. Hát egy kicsit mondjuk úgy, hogy az övek káoszává vált ez a mérkőzés. Neked mi a véleményed? Úgy is mert mindenki szeret veszíteni? Úgy ismersz, mint aki szokott veszíteni? Úgy ismersz, mint aki tud veszíteni? Ozzy Spencer egy féreg lett! Úgyhogy van egy kis dolgunk, döbregi! És érkezik a mérkőzés győztese, Ozzy Spencer. Ozzy, hát rég láttuk az övedet. Tök jó, hogy magaddal hoztad most is. Mindig nálam. Kiegyezhetünk abban, hogy te nem ilyen voltál régen, tehát én ilyet még nem láttam tőled, hogy ilyen eszközökhöz nyúlsz, hogy a bíró háta mögött egy övvel az ellenfeledet aljas módon szájba vered. Övek között azért hozzátenném, hogy tiszteletlenül bánott az övvel. Ki akarta dobni a ringből? Én csak kaptam az alkalmon, és védtem, ami az enyém. De a végeredmény ne számít, nem? Én nyertem. Hát ha minden áron, akkor minden áron. Ő volt, Ozzy Spencer.